Cső srácok, ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen lockerem is lehet. Ugye sokan kérdeztétek streamekbe, hogy milyen lockerem lehet, sokan kíváncsiak voltatok rá. Most ezt is elhoztam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen lockerem van. Például, mint ez a Lara Croft. Ez egy nagyon jó skin, ez Chapter 2 Season 6-ba lehetett megszerezni, ez egy BP skin. Nagyon jó, rengetegszer használtam úgy, sok vinköt ehhez a skinhez. A következő, ez az Inferno, amit most vettem meg. Nagyon megérte, nem csak, hogy még 1500 V-Buckot kaptam mellé, hanem egy ilyen jó skint is, ami azért elég jó. Jaja. Kövi ez a Joltara. Ugye ez ott kezdődik, hogy nekem először volt egy sima Black Clash-em, de ugye az a Black Clash, ezt nem én vettem meg, hanem egyik haverom giftelte. És ezt a Joltarát már én vettem meg, mert én aztán rájöttem később, hogy én a Joltarát szeretném megvenni, aztán... Ja, megvettem. Hát kicsit lejjebb kell görgetni. Itt van ez a skin, ez amúgy nagyon ilyen... Ez amúgy azt vettem észre, hogy nagyon sok kompetitív player használja ezt a skint, ez nagyon jó skin tényleg. Egyaránt minden tryhard pickaxe-hez majdnem illik. Nagyon jó tényleg. Ajánlom, hogy megvegyétek 1500 V-buck. Amúgy sok mindenkinek megvan, szóval nem egy ritka skin. Kövi itt a Ghoul Trooper. Na ez egy már egy ritkább skin, mint a többi, mivel csak Halloween-kor jön be. Hát és jaj, azt lehet, akkor sok embernek nincs V-buckja, ezért nem veszik meg. De ennek van egy OG változata, ami nekem, mint látjátok, nincsen meg. A kövi az... Ez a skin, ez a fantazm, ez sem fog már visszajönni. Amúgy nagyon jó tényleg, ajánlom, hogy megvegyétek, nagyon jó tényleg, tehát sok jó pickaxe-hez illik. Ugye ebből azt hiszem nagyon sok levelet lehetett farmolni ebből a level up questback, az volt a neve azt hiszem. Na mindegy, ez is egy nagyon jó skin egyébként a lockerembe. Van ez a skin, ez az Amplitude. Ez egy nem egy ritka skinesse, mint a többi. Ez 1200 V-buck volt. Tényleg nem. Ez nem tudok mit hozzáfűzni, ez jó. Csak úgy jó skin. Aztán. Van ez a skin, ezt is az egyik haverom giftelte. Ez is nagyon jó. Van ennek egy másik sztája. Ez a fencsés, amit itt láttok. Ezek közül nekem ez sokkal jobban tetszik. Nem tudom, nem nyertem meg a kapon ezt. Haverom giftelte, amikor kap után voltunk. Aztán egyik az az aura, ezt én amúgy azt tudom ez a skinhez elmondani tényleg, hogy én ezt nagyon meg akartam venni. És ben volt akkor a Leviathan X, amit most nagyon meg akarok, tényleg ez nagyon jó. Leviathan X, nagyon jó pickex. Viszont ugye én azt hittem, hogy az aura sokkal több V-buckba kerül, mint 8, ez akkor még nem értettem a játékhoz annyira. És így esett arra a választás, hogy a Leviathan X-et nem tudtam megvenni, miközben mind a kettőre volt V-buckom, tehát simán meg tudtam volna venni. Van ez a Nogobs, ez egy ilyen téli hangulatos skin, Season 1-be jött be ez is. Hát azért ez is egy ritkább skin, ez is azért télkor szoktuk bellátni általában a shopba. Egy jó pacek. Van ez a Windwalker Echo. Ez ugye nagyon jó skin, mivel hogyha ölsz, akkor ilyen tetkók látszódnak rajta. Ez nagyon, nekem nagyon tetszik ez a skin, main skin nem még mai. Itt a többi backblingeken is átszállok, viszont ezeket nem fogom így bemutatni. Akkor lássátok. Szép lassan átmegyek rajta. Lássátok, mennyi van belőle. Vannak ugye pickaxeim, hát ebben erről se fogok nagyon sokat beszélni, majdnem minden tryhard pickax megvan. Elég jók. Glidereket, azt én sosem vettem, szerintem glidert az item shopból. Tényleg soha nem vettem, szerintem ez a locker meg is látszódik. Az összes Battle Pass szerintem meg, Victory gliderek. Az összes. Vannak a contrailek, hát ezeknek tényleg semmi értelme, ezt nem ajánlom nektek. Csak használjátok. És ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, mindjárt itt az 1000, na csumi!